Önök a heti szakaszt Breuer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Tisztelt hölgyeim és uraim! A Váci Zsidó Hitközség és a Dunaipoly Galga Regionális Holokauszt Oktató-Kutató Történelmi Központ nevében köszöntöm Önöket Váci és a régió zsidó polgárai deportálásának 71. évfordulója emlékére megtartott megemlékezésünkön. A gyermek áldozatok névsorát Biri Eszter, a Táncsis Mihály mezőgazdasági szakiskola tanulója olvasta fel. Külön köszöntöm dr. Fónagy János államtitkár urat, aki parlamenti elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a megemlékezésünkön. Köszöntöm dr. Gali Gábor főosztályvezető urat a miniszterelnökség képviseletében. Dr. Maruszki Gábor urat, a Váci járási hivatal vezetőjét. Dr. Bíró Attila urat, Dunakeszi járási hivatal vezetőjét. Dr. Varga László urat, a Szentendrei járási hivatal vezetőjét. Dr. Bőm András urat, az Aszódi járási hivatal vezetőjét. Kempfné dr. Dudás Hilda asszonyt, a Szobi járási hivatal vezetőjét. Urbanics Gábor urat, a Gödöllői járási hivatal vezetőjét. Köszöntöm a Dunaipoly Galga régió megjelent polgármester asszonyait és polgármester urait. Köszöntöm dr. Ber Miklós római katolikus merészpüspök urat. Csuka Tamás református püspök urat, az Alsóvárosi Református Misszió vezető lelkészét. Varga Lajos segédpüspök urat. Varga László kanonok urat. Detre János evangélikus főlelkész urat. Melát Attila baptista vezető lelkész urat. Dr. Borsik Attila urat, a Felsővárosi Református Gyülekezet vezető lelkészét. Bubrik Miklós parókus urat, a Görögkatolikus Egyházközség lelkészét. Köszöntöm Súrjáni Csabát, a Váci Hídgyülekezet vezető lelkészét. Turai János urat, a Váci Zsidó Hitközség elnökét. Turai Valéria asszony, a Dunaipoly Galga Régió Holokauszt Oktatási-Kutatási Központ ügyvezetőjét. Köszöntöm Heizle András urat, a Mazsitisz elnökét. Szabó György urat, a Mazsök elnökét. Horovic Tamás urat, a Debreceni Zsidó Hitközség elnökét. Bauer József urat, a Balassagyarmati Zsidó Hitközség elnökét. Köszöntöm Fördös Attila urat, Vácváros polgármesterét. Deákné dr. Szarka Anita jegyzőasszony. Mokánszki Zoltán alpolgármester urat, Pető Tibor alpolgármester urat és a képviselő testület minden jelenlévő tagját. Külön köszöntöm Medvász Lajos urat, Balassagyarmat polgármesterét. Köszöntöm a határon túli testvérhitközségek küldötteit. Köszöntöm az erdélyi testvérhitközségek képviseletében Dési Miklós urat, a Szatmárnémeti Zsidó Hitközség elnökét és a csoport minden jelenlévő tagját. Köszöntöm a Felvidékről dr. Lővi János urat, Ipolyság nyugalmazott polgármesterét, a Vác és Ipolyság testvérvárosok létrehozásának megálmodóját. Köszöntöm Fodor Gábor urat, a Pest megyei körzeti tankerület igazgatóját. Günther Miklósné asszonyt, a Klik-Váci tankerület igazgatóját. Majdán Béla történész urat, a Balassagyarmati Kertész István alapítvány kezelőjét. Köszöntöm dr. Mihály István rendőr-dandártábornok Pest megyei rendőrfőkapitányát, valamint Latorovszki Gábor rendőr-alezredes Váci rendőrkapitányság vezetőjét. Kérem hallgassák meg Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter levelének felolvasását, amit a hitközség elnökének írt. Turai János elnök úr részére, Váci Zsidó Hitközség. Tisztelt elnök úr! Engedje meg, hogy én is gratuláljak önnek azon sokszínű és értékes programokhoz, amelyeket hitközségük szervez a holokauszt emlékéhez kapcsolódóan. Úgy hiszem, hogy az önökéhez hasonló tevőleges munka a megemlékezés szolgáló rendezvények létrehozásába fektetett óriási energia az, ami elősegítheti a holokauszt emlékév célkitűzéseinek a megvalósulását. Amikor a magyar kormány előkészítette az emlékévet, tudtuk, hogy csak a helyi közösségek aktív részvételével, az önök hozzájárulásával valósíthatók meg az emlékév célkitűzéseit. Az együtt emlékezés és közös cselekvés jegyében különösen fontosnak tartom,
hogy a programjaikat nem csupán saját közösségük által és számára rendezzék meg, hanem másokat is bevonva és aktivizálva, az ország és a vallási határokon egyaránt átnyúlva. Ugyanígy jelentősnek gondolom azt a tevékenységet, amelyet annak érdekében fejtenek ki, hogy a jövő nemzedékek számára is ismerté váljon mind a holokauszt elborzasztó szörnyűsége, mind az embermentő hősiessége. Gondolok itt például a Dunaipoly Galgamenti Regionális Holokauszt Kutatási, Oktatási és Vallási Turisztikai Központra, a könyvkiadási és az ahhoz kapcsolódó tudományos tevékenységükre, vagy a középiskolások számára rendezett versenyekre. Örömmel látom, hogy a Civil Alap 2014 keretében kiosztott pályázati összeg megfelelő helyre került. Tevékenységüket nagyra becsülöm, és a jövőben is figyelemmel kísérem. Életükhöz és munkájukhoz ezúton is jó egészséget és további sok sikert kívánok. Tisztelettel, Lázár János. Engedjék meg, hogy Harag Péter országgyűlési képviselő úr levelét is felolvassam. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Parlamenti kötelezettségem megakadályoz abban, hogy részt vegyek a megemlékezésen. A vázi tiszteletadás mindig méltóságteljes és jól szervezett volt. Egy gondolattal most én is szeretnék ezt hozzájárulni. A 71 évvel ezelőtt történt tragikus eseményeket nézhetjük a történész vagy a közösség tagjának szemével. Esetleg a nemzet egészért felelősséget érző visszaemlékezők szempontjából. Mindegyik lehet hiteles. Engedjék meg, hogy ma én az ember a nagy E-vel írt ember szempontjából szóljak hozzá. Mindjárt meghívást kaptunk arra, hogy kibontakoztassuk magunkból az igaz emberséget. Tény, hogy ehhez nevelés és megfelelő körülmények is kellenek. De az biztos, hogy a saját hozzájárulásunk nélkül nem megy. Ebben vallottak kudarcot azok, akik 71 évvel ezelőtt a rossz oldalon álltak. Mi kell ahhoz, hogy biztos reménnyel mondhassuk el, amit ilyenkor mindig mondunk, nem szabad, hogy még egyszer megtörténjen. A válasz egyértelmű, hogy általánosan elfogadattá váljanak a tiszta emberség követelményei, azok a normák, amiket a hívő zsidók és a keresztények valódi kőbe vésett törvényeknek tartanak. Ezek mindenki számára elfogadható, számunkra pedig vallási tisztelettel övezett szabályok. Mindenki számára elfogadható kell legyen a másik ember életének és tulajdonának tisztelete és védelme. Most a megemlékezés ünnepi perceiben fejet hajtunk az áldozatok előtt, a hétköznapokon pedig azért dolgozunk, hogy a tiszta emberség normái beépüljenek a közgondolkodásba, és ne legyenek rossz oldalon állók, sőt, rossz oldal se legyen, és főleg ne legyenek áldozatok. Harag Péter, a választókerület országgyűlési képviselője. Most pedig hallgassuk meg Radnóti Miklós 7. ektógáját, Kalácska Eszter egyetemi hallgató előadásával. Radnóti Miklós 7. ektógája. Látod-e, esteledik, s a szöges dróttal beszegett vad töltykerítés barak, oly lebegő, felszívja az este. Rabságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész, csak az ész, azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, s a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok, Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó, otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Bomba se érte talán, s van.
mint amikor bevonultunk. És aki balra nyöszörg, aki jobbra hever, hazatér-e? Ó, mondd, van-e ott haza még, ahol értik-e hegzametert is? Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva. Úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogyan élek. Vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron. Zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a lágerőrei. És posta se jön. Köt száll le csupán barakunkra. Rémhírek és férgek közt él itt. Francia, lengyel, hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben. Széttöretett, lázas test, s mégis egy életet él itt. Jó hírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot, s várja a véget, a sűrű homályba bukót, a csodákat. Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat. A bolhák ostroma megmegújul, de a légysereg elnyugodott már. Este van. Egy nappal rövidebb, lásd újra a fogság. És egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek. S látni az ablakon át, ahogy a fegyveres őrszemek árnya lépdel a falra vetődve, az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor. Látod-e, drága, suhognak az álmok. Horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik, s fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félig szíd cigarettát érzek a számban, a csókod íze helyett. És nem jön az álom, az enyhet adó. Mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled már.